A 12 éves polgár Márk 6 éves kora óta minden évben részt vesz a majosi foci táborban, amit idén immáron 10. alkalommal rendeztek meg. A fiú, aki egyébként kapusposzton játszik, azt is elmondta, a kedvenc programja a tábor során az, amikor elmennek a strandra. Szoktunk menni strandra, túrázni, meg itt néha edzéseket tartani, és még le a tanyára. Javarészt majosi, de környékbeli kisfiúknak, kislányoknak egy hetes elfoglaltság. Ezt, ahogy mondtam, már 10. éve csináljuk, most már egy eléggé bőbb szakmai stábban 5-6 edző, illetve felnőtt segíti a munkánkat. A program részét képezi minden nap edzés, játék, kirándulás, a holnapi nap Bonyádi strandon fogunk részt venni, utána egy túra lesz Óbánya várja között, és a hét hátralévő napjai pedig szintén játék, foci, vetélkedők és focihoz köthető sport. Jellemzően 6 és 14 éves kor között van lett meghirdetve a focitábor. A legfiatalabb gyerkőc, azon mondtam, 6 éves, 13 éves a legidősebb. Ők mind majosi klubnak az igazolt játékosai. Van egy-két új arc is, aki még most kezdi a futballt, szeretnénk őt minél gyorsabban a csapatnak a kötelékébe tudni. A bázisnak a fejlesztése is a cél, ez csak egy módja annak, hogy hogyan tudjuk az utánpótlást megfelelően szinten tartani vagy fejleszteni. Ez egyik ilyen eszköze, amivel már évek óta is próbálunk is. Ma jellemzően csak adminisztráció, játék volt a mai nap része, délután vetélkedő, 11-es rúgóverseny és egy edzés. 35 gyerkőc van, ez nem a legnagyobb létszám, de azt kell mondjam, hogy ez egy elég komoly feladatányi gyerekkel odafigyelni, és mindenkinek úgy szervezni a programot, hogy kedvét lejje a táborba.